Isten adott mindannyiatokat ezen a szép vasárnapon. Kis boldogasszonynak a ünnepét ünnepeljük. Azt, hogy Mária közénk született, hogy Isten anyja elindul egy olyan úton, ami lehetővé teszi, hogy elhozza Jézus magát hozzánk. Fogadjuk őt szeretettel, fogadjuk Árpád atyát szeretettel, aki csütörtökön érkezett, és ezekben a hetekben így együtt leszünk, megismeri a közösséget még jobban, ha bár olyan sok szempontból már a korábbi ítlétei alapján találkozott veletek. És mi magunk pedig tekintsük magunkba, milyen volt az elmúlt időszak. Sokan most jöttetek vissza itt így nyári dolgokról, többen itt távolabbról vagytok. Milyen volt akár a nyár? Abból a szempontból, hogy hol tapasztaltuk meg azt, hogy szívünk tudott nyitva lenni, nyitva lenni a másik ember felé, nyitva lenni Isten felé, amit jó lenne most megköszönni, mert ez egy ajándék. És hol tapasztaltuk azt, hogy szívünk zárva maradt? Lezártuk magunkat a másik ember felé, lezártuk magunkat Isten felé. Tekintsünk magunkba. És mert rászorulunk Isten irgalmára, mondjuk közösen a bűnbánat imáját, gyónunk a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és molasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket, tekints jóságosan szerette gyermekeidre, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a ószövetségi prófétai bíztatást, egy vízió, egy kép arról, hogy milyen, amikor a Messiás eljön és egyszerűen fölszabadítja, megnyitja mindazt, ami az életünkben zárt és halott és beteg, és közben kérdezzük magunktól, hogy hol ismerünk magunkra, hol van szükségünk nekünk ennek az ígéretnek a megvalósulására. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek, ime eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a siketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong, mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Jakab leveléből. Testvéreim, ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűjt ruhában,
Figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá. Foglalj itt kényelmesen helyet. A szegénynek meg azt mondjátok, állj oda oldalra, vagy lépj ide zsámolyomhoz. Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek ezt szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva? Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Betegséget meggyógyított a nép körében. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét, és Szidonon át a Galileai tóhoz ment a 10 város határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt. Efáta, azaz nyílj meg. Azonnyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélni kezdett. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek, de minél jobban tiltotta, annál jobban hirdették. Szer fölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett, a süketeket hallóká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, de jó így kezdeni az évet ezzel a biztatással, ahogy Jézus gyógyít, ahogy megnyit, ahogy érezzük ennek a léleknek az áradó erejét, ami ott van vele. Igen, nyílj meg! Ez egy szó, amit egy imádsággal, egy teljes atya felé vetett bizalommal Jézus kimond, és oda megtörténik. A kép, amit választottam, ami ott van, amik a nyári szünet után újra nyitják a boltokat. Milyen jó lenne, hogyha megtapasztalnánk azt a saját életünkben is, hogy újra és újra, nap mint nap azért tudnánk hálát adni, mert valahol ezt a megnyílást, kinyílást megtapasztaltuk. A másik ember felé, Isten felé, ki tudja, azért mindenütt erre szükségünk van, hogy hol konkrétan, azért te imádkozzál ebben a misében. Egy biztos, hogy ha ránézünk erre a történetre, akkor Jézus megint egy tanító úton volt, egy hosszú úton, ahogy felsorolja itt a városokat, majdnem úgy, mint tegnap itt az zarándokok, majdnem kifáradtak 14 kilométer után, azért még kell az ecést emelni éppen. De jó volt,
sajnálhatjátok, akik nem jöttetek velünk, egy nagyon szép zarándoklat volt. Szóval 14 kilométer csak a fiataloknak volt, nekünk öregeknek ott volt a busz, nem kell, hogy rossz hír menjen. És köszönöm az imákat, nagyon kicsi eső volt, nem zavart meg. Valóban tényleg tudtuk egy zarándok úton együtt az imában egy Jézushoz csatlakozni. Mert erről szól, zarándoklat csak egy képe annak, ami az egész életünk. Zarándok út, egy úton levés Jézussal közeledve a mennyei atyához. Na, énem van ott Jézus, és tanítványait tanítja, de akikkel találkozik, azokat ugyanúgy tanítja és gyógyítja. Csak így hozzák elé ezt a dadogó, sokat némát, mint nagyon összes többi beteget is. Mert mindig azzal kezdik a történet, hogy oda megy, aki beteg, vagy oda viszik a barátai. Az első lépés mindig az, hogy odalépni Jézushoz. Kimondani világosan azt, hogy mi az, ami baj. Kimondani azt, hogy hol van szükségünk Istennek a gyógyító érintésére. Olyan szép ez a történet, ahogy Jézus így tiszteletbe tartja ennek a betegnek a privát szféráját, félre vonja, és csak vele foglalkozik, nem csinál látványosságot belőle. Ráadásul ugye tudjuk azt, hogy az alapvető gondolkozás, ami azért rajtuk is sajnos itt van, tehát Ószövetségnek a gondolkozás, hogyha valaki beteg, az Isten büntetése, mert az vagy valaki a rosszat csinált. És ezt tudjuk, hogy ez nem így van. De abban a korban, hogyha valaki ott beteg volt, akkor nem csak attól szenvedett, és azt gondolom, hogy így a beszéd és hallás képességének a korlátozottsága miért annyira fájdalom, nem fizikai fájdalom, de talán sokkal rosszabb, mert ez levág, elválaszt az emberektől. És ez a legfájdalmasabb, hogyha ott vannak azok, akiket szeretsz, és nem tudsz kommunikálni, kapcsolatot építeni. Ez az ember ki tudja, mióta ezzel küzdött. És ha ez nem elég, akkor még több. Abban a korban, mivel akkor ezt bűn miatt Isten büntetésének gondolták, ezért még ki is taszították az ilyen embereket, bűnösnek tartották. Milyen szép az, hogy Jézus odafordul, teljesen odafordul. Milyen szép az, ahogy Jézus megérinti, nem fél ettől az érintéstől, hogy ez a nyállal való érintés, egyszerűen kifejezett, hogy teljesen azt szeretném, hogy az ő képessége, hogy hirdeti Isten, az legyen ennek az embernek is az ajándéka. Mind ez ott van. És a végén ez, hogy csupa jót tett, hogy egyszerűen csak rácsodálkoznak az emberek. Kimondják azt az emberek, hogy lehetséges az, hogy visszatérünk a teremtett jónak, az édeni állapotnak az állapotába, amit elvesztettünk olyan sok minden miatt. Ismerjük a bezártságnak ezt a tapasztalatát? Van, amikor így a beszéd a rosszul hallás zár el, de milyen sokszor, mennyivel többször, nem csak ez. Hanem elsősorban, amikor ítéleteink vannak, előítéleteink vannak, amikor megítélünk másokat. Erről szól, 2000 év előtt írt Szentpáli levél, mennyire a külső, a külcsín, a gazdagság alapján ítéltek ezek a fránya a korintusbeliek. Bezzeg mi jobbak vagyunk, bezzeg. Szerencsére mi sosem ítélünk külcsín alapján, remélem. Vagy mégis ott van azért az életünkben, hogy másképpen állunk hozzá, aki szépen mondjuk, hogy szimpatikus. Aki nem az, az meg kis ívben, nagy ívben, még nagyobb ívben, elkerüljük, mert mi toleránsak vagyunk. De nem ez a keresztény út, nem az a keresztény út, hogy elkerüljük azt, ami nem tetszik. A tolerálás az önmagában, az egy negatív szó a magyarban. Ezt elfogadom úgy, hogy van, csak hagyjál engem békén.
Ez nem a keresztény út. A keresztény út az, hogy igen, elfogadom, hogy egyszer másképpen lát dolgokat, de Isten emberét keresem benne, Isten ajándékát, Isten teremtett jóságát feltételezem benne is. És ez nem könnyű. És arra bír, hogy arra hív, hogy ne legyünk személyválogatók, ne különböztessünk meg, ne a szeretetlenség legyen bennünk. Egyáltalán észrevesszük ezt? Hol van ez? Olyan sokszor el is felejtjük, hogy egy teljes, egy nyitott életre hív Jézus. És ezért jó olvasni a prófétákat, az Ószövetségnek az ígéreteit újra és újra, hogy olyan világosan, olyan reménytelivel kimondják azt, bátorság, ne féljetek, mert Isten szabadulást hoz. Ez nekünk szól. Isten gyógyítja a süketeket, és ezt teszi meg most itten, ebben a szövegben Jézus, hogy nem csak nyitott legyen a szája és a füle, hanem hogy a szíve. A szíve nyíljon meg neki, és nyíljon meg az ott körülvevő embereknek. Mi a feltétele annak, hogy ez a gyógyulás megtörténessen a mi életünkben? Ha azt mondod, hogy nincs szüksége gyógyulásra, akkor nagyon beteg vagy. Orvosok, nem az alapfeltétel, hogy időben oda menjen valaki? Hogy észrevegye azt, hogy valami nem jó, és akkor lehet segíteni, amikor már késő. Milyen fájdalmas az, amikor azt látod orvosként, hogy én nem jött egy hónappal, egy évvel korábban, mert olyan könnyű lett volna segíteni. És azt mondom, itt van Jézus is. Az első az, hogy észrevegyük azt, hogy valami fáj, valami rossz, valami lezárult, valami nem él bennünk. Az elnémolás. És a másik akkor, hogy utána ezt oda vinni Jézushoz. Hittel, imával, bátorsággal. Ez fejezi ki azt a vágyat a belső szabadulásra, hogy félelem nélkül tudjunk oda menni Istenhez. Ezzel kezdi a próféta az első olvasmányban. Ne félj odavinni ezt, ne féljetek, ne legyetek csüggett szívűek, hanem legyen meg az erő, a bátorság így bennetek. És ha ebbe elindulok egy úton, akkor valami meg fog változni az életemben. Akkor már csak egy dolog van, vegyem észre azokat a csodákat, a hétköznapi csodákat, amik történnek bennem, és azt köszönjem meg, hogy csodát tett velem az Úr, és azt mondjam ki a szeretteimnek, mondjuk ki a világnak. Valószínűleg azt gondolom, hogy arra biztatlak titeket, hogy legyünk tanúságtevő keresztények, valószínűleg, hogy a legfontosabb az, hogy merjetek beszélni életetek hétköznapi csodáiról. És azt gondolom, hogy ez nem egyszerű. Ehhez bátorság kell. Adja Isten, hogy ez menjen. Just for the English speakers, it's just a wonderful experience how Jesus is taking seriously the sickness of this man. He could not speak, he could not listen, he could not understand, he is just out of the community. And the only way how Jesus is talking to him is saying and praying, be opened. And it's not only to make him able to communicate, be open to everyone, what is good, be open to God. So just take a moment and just try to look where do you need this kind of opening up. Hol van szükség most az életedben arra, hogy valamit megnyisson az Isten? Ha hiszed, hogy Isten elküldte fiát gyógyítani, akkor álljunk föl, és valljuk meg az apostolok hitvallásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami szülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, ment a mennyben, attól a mindenható Atya Isten jobbján, annál jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Mai misékben imádkozzunk különösképpen is a Mária kongregáció élő és elhunyt tagjaiért, Öfis Katica 40. házassági évfordulójára, Edward Wilson and Elizabeth házassági évfordulójára, elhunytakért Farkas Sándor és lányi Elizabeth Farkas Wilson, Behon szülő Kürötics Ferenc, Sárközi Aurél, Gácsik Andrásné, Berden István és idősebb Fecső András, Fecső József Andrásért, az egyéves elhalálozása emlékére. Urunk, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa és az egyház pásztorai korszerű és meggyőző szóval hirdessék szent igédet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy híveid szívükbe fogadják, és életükkel meg is valósítsák tanításodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy betegeink és magukra maradt embertársaink soha ne nélkülözzék az irgalmas testvéri segítséget. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy elhunyt testvéreink boldog feltámadásra ébredjenek. Kis boldogasszony ünnepén kérjük Szűz Máriának anyai gondoskodását, legelsősorban azért, hogy tudjunk tőle tanulni, ahogy ő fordult Jézushoz. Urunk, hallgass meg minket! Említettem a tegnapi zarándoklatot, kanadai mártíroknak, jezsuita mártíroknak, a Midlandi zarándok helyén voltunk. Kérjük az ő pártfogásukat, ezért az országért, hogy legyen béke az emberek szívében, hogy legyen bátorság elvinni a hitet ennek az országnak minden lakosához, azzal a szeretettel, méltósággal, türelemmel, ahogy ők tették. Urunk, hallgass meg minket! Tegnap a kanadai a kassai vértanoknak volt az ünnepe, jobboldali három kép, a három pap, két jezsuita és egy világi pap, akik 400 évvel ezelőtt Kassa városában estek áldozatául a brutális gyűlöletnek, ami ott akkor szétfeszítette Európát a protestánsok és katolikusok között. Imádkozzunk azért, hogy keresztényeket sose tudja szétszakítani ez a fajta ellentét, hanem hogy meg tudjuk találni a Jézusi alapot, az evangélium alapot, ami teljesen azonos. Urunk, hallgass meg minket! És egy kis csöndbe fogalmazzuk meg személyis imáinkat. Az egyéni szándékainkért imádkozzunk, Urunk, hallgass meg minket! És azért már majdnem elfelejtettem volna, tehát imádkozzunk itten Árpád atyának a beilleszkedéséért,
hogy jó legyen ez az átadás, hogy tudjunk örömmel, hálával és reménnyel indulni ebben az évben az ő szolgálatával. Urunk, hallgass meg minket! Urunk, Istenünk, eléd hoztuk kéréseinket. Áld meg ezeket a te szent akaratod szerint, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozunk, testvéreim, hogy áldozatunk kéréseink kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük nevedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egész szívünket Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és által adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt szüntelen újongással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mert önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka, halálát megtegyük, Urunk, és hitába hagyjuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te teljesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt szeretteinkről. És mindazokról, akik a te irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a sok bátor vértanúval, a védőszentjeinkkel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lássunk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk most Jézus szavával, ahogy ő tanít minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, föltámadásod után azt mondottad barátaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Urunk Jézus, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr ezen békéje legyen veletek mindenkor. Legyen békesség közöttetek mindenkor, nyújtsunk egymásnak békejelet. Én békesség köztetek. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, mert csak egy szóval, és megjön az életem. Ízlejétek és lássátok, tapasztaljátok meg életetekben, mennyire szeret minket az Úr.
Áldozás utáni csendben pillanatra még egyszer vissza tudunk térni az alapkérdéshez. Mi az, ami bezárt az életünkben? Mi az, ami akadályozza, hogy most tudjál figyelni itt a misén, hogy most meg tudj nyisni a szívedet Isten előtt? Könyörögjünk. Istenünk, te ígéddel élteted, és szentségednek mennyei kenyerével táplálod közösségünket, ad, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Foglalunk helyet egy pillanatra. A mise után Klára várja akkor a ima közösség számára az imákat. Lóri fog egy meghívást továbbítani. A mai nap mise után pár lent várunk mindenkit a kaféra, fél egy körül a mesélő felvidék, és utána párhuzamosan a bérmálási felkészítő lesz, ugyancsak fél egytől a Rákóczi teremben, jövő héten, hétfőn egy háztanács. Ha van olyan kérdés, amit szeretnétek így felé továbbítani, amiről beszéljünk itt az évnek a tervezésében, akkor továbbítsátok feléjük. Indulnak folyamatosan a programok, kedden indul a Skola Cantorum, várnak új kórus tagokat nagy örömmel, és akkor jövő szombaton pedig lesz a magyar iskolának egy évnyitó kerti piknikje, kicsikét egy hálaadás, a nyárére közös kezdés. Bemutatjuk így akkor a többi ifjúsági programokat és cserkészek, Herikon is itt lesz, egy jó alkalom, egyszerűen tényleg, ahol vannak gyerekek, unokák, hogy egyszerűen tudjunk erről, lehet minden kérdést föltenni. Illetve a minisztráns csoportnak ezután kezdődik egy egynapos bentalvos évkezdő tábora, és jövő vasárnap pedig a Véni Sancte mise, a közös évkezdő mise, és utána valamit terveznek a Lóriék. Köszönöm. Elmódon is szeretnénk meghirdetni jövő vasárnappal kapcsolatosan, hogy mint ahogy a hírnökben is pontosítva megjelent, mindazokat, akik szeretnének egy kis fogadás keretében megköszönni Tamás atyának ezt a gazdag hét esztendőt, és szeretettel köszönteni Árpi atyát, mindazokat szeretettel várjuk még egyszer jövő vasárnap, 11 órási mise után lent a halban. Több információért forduljanak Csiszér Kingához, Varga Tomihoz, hozzánk az egyháztanács tagjaihoz. Szeretettel várom mindenkit. Köszönöm. Köszönjük szépen. A legfontosabb valóban az, vigyük az evangéliumnak a kérdését.
Mikor tapasztaltad meg már azt, hogy Jézus megnyitott valamit az életedben? Mert biztos volt ilyen. Most hol van szükséged arra, hogy valamit megnyisson? És ezt tudod, akkor vidd oda. És ez kezd el egészen konkrétan ott, hogy bárhol, ahol van egy olyan emberi kapcsolatod, ahol személyválogató vagy, hogy próbálj azon változtatni. Itt az ideje. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen, kísérjen bennünket a szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Küldetésünk van, maradjunk Isten békéjében. Istenem.